szexuális bűncselekmények családon belüli intézményi vagy online térben elkövetett erőszak rengeteg veszély leselkedik a legvédtelenebbekre, a gyerekekre. A jelzőrendszer tagjai azért gyűltek most össze, hogy együttműködésben tanácskozzanak a megelőzés, illetve a hatékony segítségnyújtás érdekében. A mai konferencia is úgy valósul meg, hogy abban mi szerepvállásunk, a mi együttműködésünk, az észlelés jelzőrendszeri feladatellátásunkon keresztül történik. Tehát mi működtetünk, vagy hát koordinálunk egy olyan észlelés jelzőrendszert, aminek minden egyes szakember a kötelezett tagja, tehát mind az óvodapedagógusok, a bölcsődében dolgozók, a köznevelésben, szakképzésben dolgozók, védőnők, rendőrség, hatóságok, és biztos, hogy valakit ki fogok felejteni, de hogy mindenki, aki gyermekekkel foglalkozik, ennek a jelzőrendszernek a kötelezett tagja. A rendőrség kiemelten kezeli a gyermekekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzését és felderítését egyaránt, mint ezt a Vármegyei Kapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője mondja. Ennek a konferenciának is az a célja, hogy növelje a munkahatékonyságát. A mostani előadás kapcsán, illetve foglalkozásokon, szekcióüléseken olyan szakemberek fognak részt venni, akik ezt meg fogják tudni tárgyalni. Meg tudjuk azt beszélni, hogy milyen tevékenységeket, milyen feladatokat kell nekünk megfogalmazni, amelyek segítik a mi munkánkat. Ezeket a jelzőrendszeri tagokat még hatékonyabb együttműködésre tudja sarkalni. Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a helyi szakemberek közösen kidolgoztak egy intézkedéscsomagot annak érdekében, hogy a gyermekvédelem hogyan működhet még jobban. Erről várhatóan még ebben a hónapban tárgyal a közgyűlés. A mi önkormányzati fenntartású intézményeink vezetőit, akik aztán bevontak más szakembereket, más intézményeket is egy közös munkába. Ennek egyébként az egyik eredménye akár ez a konferencia is, és néhány nap múlva pedig bejelentünk majd egy olyan intézkedési csomagot, amit majd a közgyűlés elé szándékozunk vinni, várhatóan már az áprilisi testületi ülésen, és ahol ezekben a kérdéskörökben konkrét cselekvésekről is döntés fog tudni hozni a közgyűlés. Fehérvár megyében és országos szinten is ez volt az első ilyen átfogó konferencia, melyet a Gyermekjóléti Központ és a rendőrség közösen szervezett.